Ti avevi, 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 Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon azt a témát fogunk átvenni, a messiás szamara. Miért szeretik a zsidók a szamarakat? Ez a téma a mai órára, és a kommentekben tettem linket a forrás anyaghoz, ahol található azok a válogatott részeknek a fordítása, amit fogunk átvenni a mai napon. A történet úgy szól, van egy ilyen anekdóta, hogy egyszer csak a városnak a zsidó kocsisa jön a zsinagógába, oda megy a Sámeszhez, azt mondja, hát drága Sámeszom, nekem volt egy szamaram, ami nekem szolgált 30 éven keresztül, és most megdöglött. Arra gondolta, hogy szeretném őt megörökíteni őt. És 5 millió forintot, hogy adományozok a zsinagóga jobbára, hogy egy szoba itt a zsinagógában épüljön az én szamaram emlékére. Hát a Sámesz, azt mondta, hagyjál. Erre a kocsis úgy értette, hogy nem ad elég pénzt. Erre azt mondja, 8 millió forintot adok adomány. A Sámesz még mindig nem veszi komolyan. Egyszer csak azt mondja a kocsis, mond, két utcával arrébb van egy másik zsinagóga, talán ők 10 millióért elfogadnának, hogy megörökítsem a szamaramat a zsinagógába. 10 millió, az már sok pénz. Egyszer azt mondja a Sámeszi, miért nem mondtál, hogy itt egy zsidó szamáról van szó? Szóval nézzük meg. Héberül a szamár az chamor. Chamor. Chet, mem, vav, rés. Chamor. A chamornak nagyon rossz a piárja. Nagyon rossz a piárja. A ló egy hasznos állatnak számít. Gyors. Képes indulni, a szamár az egy buta, lassú állat. Hát főleg arra használják, hogy cipeljen, mert arra az képes. Érdekes, hogy a zsidó között még el is terjedtek ilyen kifejezés. Például van egy olyan kifejezés, mint a rabinikus irodalomban, mint hamar noses svarim. Szamár
aki cipel könyveket. Mire szoktak ezt mondani? Egy emberre, aki sokat tanul, de nem ért. Tanult Talmudot, tanult ezt, tanult, de nem ért. Azt mondta, hogy a szamár, ami cipel. Cipel nagyon sokat, de a szamár még mindig buta maradt. Nézzük meg a Rabbeinu Bechaye középkori Tóra kommentár, azt mondja, a szamár, hamor, a legbutább és legostobább az állatok közül. Ezért származik neve az anyag, homer szóból. Hamor, ami szamár, az lényegében ugyanaz a szó, mint homer, ami anyag. Vagyis egy fizikai lény, de nem sokkal több ennél. Fizikai lény. Ennek ellenére a szamár, akinek ilyen rossz piárja van, ilyen dolgokat mesélnek róla, ez az, ami mindig, amikor van arról szó, hogy az Isten küld valakit, akkor mindig mivel jár az illető? Szamáron. A heti szakaszban nézzük csak meg a második forrás, 4/20. Mózes vette feleségét, még fiait, felültette őket a szamárra, és visszatért Egyiptom országába. Tessék, Mózesnak kellett utazni Isten küldetésében Egyiptomba, mivel utazik szamárral. De nem csak Mózes utazik szamárral, Rashi, a híres Biblia kommentár rögtön kiegészíti a listát. Nézzük meg a következő bekezdés. A szamára, azt jelenti, egy híres szamára, erre azt mondja Rashi, egy különleges szamára. Ez volt az a szamár, melyet Ábrahám felnyergelt, amikor feláldozni vitte Yitzhakot, Izsákot, hogy írva van, felkelt Ábrahám reggel, és felnyergelte szamarát, és ez az a szamár, mely megmutatkozik majd a Mesiás király, hogy írva van, szegény és szamáron utazik. A Rashi rögtön összeköti, itt három út van, és mind a három szamáról történik. Az első, amikor Ábrahám utazik feláldozni Izsákot, szamáról utazik. Mózes viszi le a családját Egyiptomba Isten küldetésében szamáról, a Mesiás pedig szamáron utazik. Miről van szó itt? Először az a kérdés, miért olyan fontos a Rashinak, hogy itt egy ilyen enciklopédikus tudást összeszedni minden, ahol írva van valamit, hogy valaki használta a szamarat. Miért olyan fontos itt? És a másik kérdés, hogy tényleg, Ábrahám miért szamáról utazik, Mózes miért, és a Mesiás miért? A Mesiásnál annál is inkább az a kérdés, mivel a szamár egy lassú állat, ezek szerint a Mesiás nem érkezik meg olyan gyorsan. Vegyen valami más, utazom más valamire, hogy gyorsabban érkezzen. És érdekes, a Talmudban találunk olyasmi, hogy a babiloni király, a perzsa király, Svor király, ezt a témát felhozza. Nézzünk meg itt a fordításokban, utolsó előtti. Svor király mondta Smuelnek, Smuel az egy híres babiloni bölcs. Azt mondtátok, hogy a Mesiás szamáron érkezik? Szamár? Én küldök neki egy szép lovat, és itt gyorsan jön majd. Így válaszolt neki. Van olyan lovat, amely 100 színű. Azt jelenti, hogy nem, maradjon csak ez a szamár, mert ez valamivel ez
valamivel ez jobb. De mindenképpen látjuk, hogy Svor király, a perzsa király észrevetett, valami nem stimmel ezzel a szamárral. A zsidók ragaszkodnak a szamárhoz, a mesiás szamarat fog használni, de miért? És menjünk tovább. Van egy híres talmudi történet, hogy Talmé király Egyiptomban kérte 70 zsidó bölcset, hogy fordítsák le neki a tórát. Fordítsák le neki a tórát, mindegyiket külön-külön szobába tett, hogy ne tudjanak egyeztetni, mert tartott attól, hogy ha egyeztetnek, akkor bizonyos dolgokat fognak másképpen fordítani, bizonyos dolgokat nem fognak lefordítani neki, de pedig ő akarta megtudni mindent, ami van a Bibliában. Erre mit csinált? Betett mindenkit egy külön szobában, aztán kiadta a feladatot, és nem tudtak egyeztetni. De voltak bizonyos dolgok, mindegyik bölcs ugyanúgy gondolta, nem szó szerint lefordítani, mert úgy gondolta, hogy ez nehéz lesz megérteni. És a csoda az volt, hogy mind a 70 ugyanúgy gondolt. Még jó, nem vagyok emberek között most. Erre azt mondja a Talmud. Talmai király összegyűjtött 72 bölcsöt, ugye ez a Septuaginta, a 70-es fordítás, az legalább annak az alapja. Összegyűjtött 72 bölcsöt, de bezárta őket 72 épületbe. Bement mindegyikhez, és azt mondta, írjátok le nekem Mózes mesterettek tóráját. Az örökvaló sugallatára mindannyian ugyanazt írták le. És a Talmud felsor azt 6 vagy 7 olyan dolgot, ahol mindenki másképpen fordított. Másképpen, azt jelenti, másképpen, mint az eredeti, de mindenki ugyanaz. Erre az egyik dolog, Mózes vette feleségét, meg fiát, felültette őket az emberek szállító eszközére. Nem azt írtad, hogy felültette őket szamárra, hanem az emberek szállító eszközére. Rási azt mondja, ha nincs odaírva mi, azaz egy tevére. Hogy nem mondhassák, Mózes mestereteknek még lova vagy tevéje sem volt. Miért szamár? Olyan szegény volt, utazásra használt szamarat. És erre mind a 72 bölcs érzéken volt erre a kérdésre, és úgy írták emberek szállító eszközére, és magától értetőd, ez vagy egy teve, vagy egy lóra, de semmiképpen nem szamára. Azt jelenti, hogy akkor ez egy problémás, ez a probléma. Ha ez így van, akkor miért tudom meg is? Ábrám is, Mózes is, a Mesiás is, a múltban Mózes előtt, Ábrám, Mózes után, a Mesiás, mindenki szamarat választ magának az útra. Most valójában nem is ugyanaz. Nem ugyanazt látjuk Mózesnál, Ábrahámnál, Mózesnál és a Mesiásnál. Nézzünk meg a második oldal, második bekezdés. Meg kell érteni a három szamár közötti lényegi különbséget. Ábrahám, aki az írás szerint csupán felnyergelte a szamarat, de nem utazott rajta. Nincs az írva, de utazott rajta. Rátette a tűzifát, de ő csak sétált mellette. Mózes, aki feleséget és fiait ültette fel a szamára, de ő maga nem utazott rajta, és a Mesiás király, akiről azt halljuk, hogy szegény és szamaran utazik, tehát ő maga üli meg a szamarat. Ez is érdekes. A múltban Ábrahámnál, a jövőben a Mesiásnál is látjuk a
szamárutazást, nem csak Mózesnál, de mindenkinek egy kicsit más. Ábrahám megy a szamár mellett, Mózes már megengedi magának, hogy a feleséges gyereki menjen a szamára, a Mesiás már maga rá megy a szamára. Milyen, mit jelent ez? Valójában a szamár az nem csak egy szamár, sokkal több, mint egy szamár, és ezt meg fogunk érteni a mai órán. Először nézzünk meg egy picit, mi az, ami vezetett, mi az, ami vezetett az útra. Hogy történt az, hogy Mózes elindul útra? Mózes már nagyon régen menekült Egyiptomból. A Midrásban van vita arról, hogy hány éves volt Mózes, amikor elmenekült Egyiptomból. Van egy vélemény, ami azt mondja, hogy nagyon fiatal volt, 12 éves. Egy másik vélemény azt mondja, hogy egy kicsit idősebb, 20 éves volt Mózes, és a legidősebb, az a vélemény, a legidősebbnek teszi Mózest, az 40 éves volt, de nem több. Mikor jött vissza Mózes Egyiptomban? 80 évesen. Szóval mindenképpen Mózes nagyon-nagyon régen, sok éven keresztül volt Midjánban. Mi volt Mózesnak a foglalkozása Midjánban, mielőtt elindult volna Egyiptomban? Pásztor volt Jitró apósának a nyájának, ő volt a pásztor. És mindig kiviszi őket a sivatagban. Egyszer csak az egyik napon, éveken keresztül minden nap viszi hozzá a nyáját. Egyszer csak lát egy csipkebokrot, valószínűleg már többször járt ott, nem is vette észre még eddig. Egyszer csak égő csipkebokor, szeretne oda menni, megnézni, megvizsgálni, miről van szó. Azt mondja az Isten, no. Vedd csak le a cipődet, ez egy szent hely, és jó napot kívánok, én vagyok az Isten. Én hallgattam, hogy a zsidók fohászkodtak hozzám, megsajnáltam őket is, pedig téged választottam arra, hogy menjél vissza Egyiptomba őket szabadítani. Egy nagyon egyszerű történet. Várhatóan mit kellett volna Mózesnak válaszolni? Igen, indulok. Mit válaszolt Ábrahám, amikor az Isten azt mondta neki, menjél, áldozz fel a fiadat? Igen, nem állt le vitatkozni. És mi a csoda itt, hogy Mózes nem azt válaszol, hogy igen, hanem egy héten keresztül minden nap más és más érveket hoz fel, hogy miért nem akar indulni. Nézzük meg itt a harmadik bekezdés a második oldalon, még egyszer. Nézzük meg, még egyszer oda tettem a forrásokat. És össze van válogatva a különböző érveket, amit Mózes felhozott az ellen, hogy nem akar menni Egyiptomba. Az első. És mondta Mózes Istennek, ki vagyok én, hogy menjek a fáraóhoz, és hogy kivezessem Izrael fiait Egyiptomba. Én? Miért én? Én kis ember vagyok. Kettő. Íme én eljövök Izrael fiához, és mondom nekik, őseitek, Istenek küldött engem hazátok, és ők azt mondják nekem, mi a neve, mit mondjak nekik. Hát, most neki az a probléma, hogy nem tudja bemutatni az Istent. Nem tudja, mi az Istennek a neve. A harmadik. Mózes pedig felelt, és mondta, íme, majd nem hisznek nekem, és nem hallgatnak szavamra. Hát, miért higgyenek el nekem, mert én vagyok egy küldött, és kér az Istentől, mutasson neki mindenféle
jeleket, csodákat. Az még mindig nem elég. Negyedik. És mondta Mózes az örökölnek, kérlek, Uram, nem vagyok én a szónak embere, ugye nehezen beszélek, hanem nehéz ajkó és nehéz nyelvű vagyok én. Hát én nem vagyok megfelelő ennek. Az ötödik az volt, kérlek, Uram, küld csak, aki által küldeni akarod. Nem engem, te nem vagy kíváncsi rám, küldj el azzal, aki által küldeni akarod. Most ez mit jelent? Isten azt mondja Mózesnek, szeretném téged küldeni, és Mózes azt mond neki, Isten, tudom, hogy nem vagy kíváncsi rám, hanem mit jelent küld azzal, aki által küldeni akarod. Erre nézzük meg a következő bekezdés. Azt mondja, kivel küldjél? Áron által. Mert, mondja Rási, mert nem akart nagyobbnak tűnni Áronnál, aki idősebb volt nála. Első, egyik probléma az volt, Mózes 3 évvel fiatalabb volt Áronnal. Akkor miért engem küld ő vele? Más magyarázat, valaki olyan által, akit küldeni akarsz, mert én végül nem vihettem be őket az országba, és nem lehetek végső megváltójuk. Én csak egy leszek egy folyamatban. Én innen fogom őket vinni Egyiptomból a sivatagig. De a sivatagban nem fogom őket tovább vinni Izraelbe, a Szentföldre, akkor most miért? Küld el azzal, akivel akarsz beküldni, azt, aki fogja folytatni és befejezni a munkát. Szóval Mózes különböző dolgok, különböző érveket hoz fel az ellen, hogy nem akar elmenni. Első dolog, mit tanít ez minket? Azt mondja Nachmanides, az egész dolgot, az egész hosszú beszélgetés, héten keresztül megy ez a beszélgetés. Az egész hosszú beszélgetés arra tanít minket, hogy Mózes egy szerén ember volt, és nem vágyakozott arra, hogy ő legyen egy vezető, ő legyen egy csodatevő. Egy visszahúzódott ember volt természeti. Ilyen volt a természete. Ez látszik az egészből, hogy Mózes egy percig nem örül a feladatnak. A végén az Isten már válaszolt neki, hogy mi a neve. Válaszolt neki, hogy milyen csodákat kell mutatni. És lényegében, amikor Mózes azt mondta, én kicsi vagyok, nem te vagy, én küldök téged. Szóval mindenre válaszolt neki, de amikor Mózes az utolsó érvelése mondatot, küld azzal, akivel küldeni akarod, erre az van írva, az Isten mérges lett rá. Isten mérges lett rá, amikor azt mondta, nem szeretne ő nagyobb lenni, mint Áron, hogy nem szeretne, ő nem lesz a végső megváltó, az Isten mérges lett rá, csak mérges lett rá. És azt mondja az Isten, figyel, Áron örülni fog neked, nem kell tartani ettől. Vagyis Áron nem fogja venni sértőnek az, hogy te vagy a vezető, és nem ő. Igen ám, de Mózes azt mondja, ám legyen ő a vezető. Vagy inkább arra a kérdésre keresünk választ, amikor Mózes azt mondja, hogy én nem vagyok a végső megváltó. És miért akar pont Mózes? Erre jön a válasz az, hogy ez a szamár, amivel te utazol, az össze van kapcsolva. Először nézd meg a szamár, ki az első, aki utazik szamáról? Ábrahám. Ábrahámnak egy nagyon nehéz feladat volt feláldozni a fiát. Erre Ábraham nem állt le vitatkozni az Istennel, ilyen érve vagy olyan érve. Ábraham is tudott volna felhozni 5 érvet az ellen,
a küldetése ellen, a feladat ellen. Ábraham azt mondta, hinéni, én vagyok, indulok. Ez volt az első dolog, amit az Isten mondott Mózesnak. A szamár egyszer utazott már. Az, hogy azt mondasz, hogy nem te vagy a végső megváltó, a Mesias szintén szamáról fog jönni, ami azt jelenti, itt egy folyamat van. Te kezdesz az egészet, és te általad ennek a kezdetnek köszönhetően lesz a Mesias eljövetel is. Mert az első megváltó és az utolsó megváltó össze van kötve. Mózes volt az első megváltó, és ezáltal lehetőség nyílt az utolsó megváltónak. Ezért azt mondta az Isten Mózesnak, ne vegy ezt a feladatot könnyűnek, mert azért, mert te most indulni fogsz, ezért lesz folytatása a Mesias által. És ezért össze van kötve ez a három, az első szamár utazásból azt látjuk, hogy az ember ne hozza fel érveket az isteni küldetés ellen. A harmadik utazás pedig arra mutat, hogy Mózes ne, szóval kicsit alabecsüli Mózes ezt a feladatot. A harmadik oldal tetén Mózes kifogásaira a válasz abból vezethető le, hogy az örökkévaló úgy rendezte, hogy a küldetés teljesítéséhez vezető úthoz azt a szamarat kellett használnia, mert Ábraham felnyergelt, amikor feláldozni vitte Yitzhákat, és amelyen megmutatkozik majd a Mesiás király. Izsák feláldozásakor Ábraham azt a parancsot kapta, hogy égő áldozatnak ajánlja fel fiát. És ő nem habozott, hogy teljesítse az isteni parancsolatot, és ebből nyilvánvalóan, bár Mózes küldetése hatalmas feladat, neki mégis meg kellett tanulnia, hogy Isten akaratát örömmel és teljes szívvel kell végrehajtani. Ez az első dolog. Ne hozz fel érveket. A másik kifogással kapcsolatban, még szerint én végül nem vihettem be őket az országba, és nem lehetek végső megváltójuk, az örökkévaló utalt rá, hogy ezen a szamáron mutatkozik majd meg a Mesiás király. Tehát a jövőbeli megváltás a Mózes által egyiptomi megváltás folytatása lesz. Ezért ne gondoljál, hogy te egy nem sikeres megváltó vagy. Te elindítod az utat, és majd az utolsó megváltás ez ennek a folytatása. Akkor így már értető, hogy rásipas, most nem csak egy enciklopédiai bejegyzést készít itt, hogy hol találunk még szamarakat utazáshoz, hanem azt látjuk itt, Rási azt akarja mondani, hogy az Isten akart valamit mutatni Mózessel, hogy nézd meg, hogy mások is utaznak szamaran, és ez neked egy nagyon fontos tanítás. A kérdés, hogy tényleg akkor most mind hárman miért utaznak szamaran, és miért nem lovan? Ugyanezt lehet volna csinálni lóval is. Ábrám lóval induljon, Mózes lóval induljon, és a Mesiás is, és az is össze lesz kötve. Valami különleges van itt elrejtve a szamárban. Először lehet, hogy valaki már gondolt erre a problémára, mert nézzük csak vissza Rásinak, hogy Rási leírja. Rási azt mondja, az első oldalon a harmadik bekezdés, egy különleges szamára. Ez volt az a szamár, melyet Ábraham felnyergelt, amikor feláldozni vitte Izsákat, és ez az a szamár, melyen megmutatkozik majd a Mesiás király. Ez az a szamár? Ez ugyanez a szamár? Ez azt jelenti, hogy Ábrahám már 400 évvel később ő utazik Egyiptomba, mint amikor Ábraham megy a Móriá hegyre. Akkor azt jelenti, Ábraham már Mózes már egy 400 éves szamarat használ, a Mesiás pedig egy 3700 éves. A Mesiás most megjelenik, akkor egy 3... Most tényleg ez mit jelent ez? A lövrabi, a prágai lövrabi azt mondja erre, mindhárom szamar
szamaragolásnak ugyanaz a lényege, és nem azt jelenti, hogy ez a szamár olyan sokáig él. Nem szó szerint erről a szamáról van szó. A fogalomról beszélünk. Ő is szamáról utazik, ő is, és ő is. Ábrahám, Mózes is, a Mesiás, de nem ugyanazon a szamára. Egy óriási csoda az, de mégis Rashi azt mondja, ugyanaz a szamáról van szó. És mit akar ezzel? Miért? Ez egy hihetetlen csoda. A válasz erre, mert Ibn Ezre felteszi a kérdést, egy szamara utazik Mózes feleségi két gyereke, és Mózes csak a felesége most szüle is után volt. Miért? A válasz ez egy nagyon különleges szamár. Nézzünk meg itt a következő megkérdést. Rashi célja az, hogy megoldást találjon az Ibn Ezre által felvett problémára, mi szerint nem méltó, hogy a proféta felesége és fiai ugyanazon az egy szamáron utazanak. Miért? Mondja az Ibn Ezre a híres Biblia kommentár, felteszi ezt a kérdést. Erre azt mondja Rashi, hogy ez a szamár nem egy átlagos szamár volt, ez csak egy a sok szamár között, hanem különleges szamár, melyet Ábrahám felnyergett, amikor feláldozni vitte Izsákot. Így már nem csoda, hogy ez a csodálatos szamár képes volt egy különösen nehéz terhet szállítani. Ez tényleg nagyon különleges. Akkor felmerül a kérdés, értetőd Mózes miért szamarat vett, mert Ábrahám is ezt használta. De miért? De miért? De mindig az a kérdés, hogy Ábrahám miért használta a szamarat, és így Mózes utána miért ezt használta, és a Mesiás miért ezt fogja használni. Miért nem? Egy BMW-t. BMW-vel indulni gyorsabb, kényelmesebb. Mit akar minket tanítani az, hogy szamárral utaznak? Van-e történet a Szlanimi Rebével 150 évvel ezelőtt Fehér Oroszországban a Szlanimi Rebe szukott sátrak ünnepe első napján elindul zsinagógában. És a kezében az ünnepi csokor, a pálmaág, az etrog, stb. Úton látja ott a zsinagóga sarkán ott áll egy egyszerű ember, egy cári katona. Zsidó volt, cári katona, ott áll az utca sarkán. De szentség volt az arcán. Szentség volt az arcán. Oda megy a rebehoz, és azt mondja, drága katonám, mondjál, milyen micvát csináltál. Mert azt láttam, egy nagyon különleges micvát teljesítettél. Azt mondja a katona, nem akart mesélni, ugye micvát, az ember, egy zsidó tesz egy micvát, nem akar mesélni mindenkinek. A rebe kis nyomást gyakorol rá, meséljen csak, és elmondja. Azt mondja, tegnap este én voltam szolgálatban, valahol őrként álltam valahol, igen, a bázis előtt én voltam az őr. Tudom, hogy rossz, hogy szukod van sátrak ünnepen, és ilyenkor micva, tórai, bibliai előírás, hogy enni kell a sátorban, de hát szolgálattam vagy, én nem tudok elhagyni a szolgálatot. Hát vártam, éjfél volt. Akkor tudtam, hogy a főnökeim, a parancsnokaim elmennek, csend van körületem. Amikor tudtam, hogy most csend van, erre gyorsan vettem egy darab kenyeret, futattam, ahol láttam egy zsidó sátrat, kértem, hogy engedjenek be, gyorsan kidús, kezet mostam, ettem a kenyeret a sátorban, és gyorsan futattam vissza. Az egész, az elejétől a végig nem volt egy negyed óra, senki nem vette észre. Mondja a Rebbe, milyen szép történet.
ezért látszik rajtad a szentséget. Feláldozta az életét azért, hogy tegyen ezt a nagy micvát. Az örökkévaló adott nekünk testet és lelket. A test az ugyanaz a homer, anyag, amit említettünk az óra elején. Az egy anyag, az egy fizikai darab, ami mindig húz az embert lefele. A kényelemhez, a földi élvezetekhez nem érdekli más. Az ember lelke pedig húz az embert fölfelé, az isteni parancsolat teljesítésehez, annak spirituális élvezetekhez. Nem volt könnyű ennek a katonának eldönteni, hogy nem figyel a testére, hanem a lelkére figyel. Nem erről, nem volt könnyű neki, de mégis a lelke volt az erősebb, és elindult. A kérdés az, akkor mi a testnek a feladata? Miért van az embernek teste? Miért nem elég, hogy legyen neki lelke? Van egy olyan elképzelés, még zsidó könyvekben is, rabinikus irodalomban is, a muszár mozgalom azt úgy veszi, hogy az ember mindig úgy nézzen a testére, hogy a test az az ellensége. Harcolni kell a testtel, ütni kell, elnyomni kell, mert a test ellenkező irányba húzza az embert, és nem engedi, hogy az ember felfele menjen. Jön a haszidizmus, a Baal Shem Tovnak a tanítása, a Baal Shem Tov azt mondja, a test, a fizikai test az embernek, az nem az ellensége az életnek, hanem az az életnek a célja. Azért jöttünk a világra, megtanítani a testet, micvákat tenni. Hogy a test egyre finomabb legyen. Az elején a teste csak egy durva fizikai darab, semmit nem akar csinálni, csak aludni, lustálkodni, földi élvezeteket, és ezen kell javítani. Meg kell tanítani őt szentségre. Meg kell tanítani a testet szentségre. Van egy nagyon-nagyon érdekes levélváltás a Rebének, a Zsák Lipsicel, aki egy híres-híres szobrász volt. Nagyon híres szobrász volt, és ott különböző nagyon érdekes gondolatok vannak, és itt van a harmadik oldal utolsó bekezdése, azt írja a Rebbe a Zsák Lipsicnek, az akiket művészi tehetséggel áldott meg az ég, szobrászatban, festészetben, stb., rendelkeznek azzal a képességgel, hogy élettelen dolgokat, mint ecset, festék, vászon, fa, kő, élő dolgokká formáljanak. Mélyebb értelemben ez az a képesség, ami bizonyos tekintetben a fizikai valót szellemivé emeli. Ugye a szobrász mit csinál? Vesz egy darab fát, vesz egy követ, és hirtelen életre kell egy forma, egy üzenet, egy szépség, egy különleges tárgya válik. Ez azt jelenti, hogy ott van a élettelen és a szobrász, vagy a festő, azt átalakítnak és életet csinálnak. Ez a mi feladatunk, a testet pedig finomabbá tenni. Hogy lehet a testet finomabbá tenni? A micvák által. A micvák által. Azáltal az ember tesz egy micvát, akkor egy isteni fény körülveszi őt, és a test egyre finomabb. Nem lehet látni fizikai szemmel azt az isteni fényt, ugyanúgy nem lehet látni a röntgennek a fényét. De tudunk, hogy ott van. A messiás eljövetelekor már látni fogunk ezt. Most még nem látjuk azt, csak cádika, ki ámbar emberek képesek látni a szentséget, hogy ez már nem
egy sima kéz, ez már egy kéz, egy szent kéz. Van egy nagyon érdekes történet, írtam erről a könyvemben, amit írtam a Lubavitchi Rebbenak az életéről. Az első kötet ugye megjelent, a második kötet még nem. Ez a történet az a második kötetben benne lesz. A Rebbe az esküvői után Berlinbe költözik, és ott jár egyetemre, illetve többi szabad idejében tórát tanul éjjel-nappal. Azt hiszem 1931-ben a Belzi Rebbe Galíciában, Lvov mellett van Belz, ez ugyanaz a Belzi Rebbe, aki később a háború alatt 43 nyarán szökik ide, először Újpestre, aztán Pestre, és 44 télen tovább megy Izraelbe. Ez a Belzi Rebbe érkezik Berlinbe szemműtétre. Azt mondja a Rebbe, aki ott, akár élt Berlinbe, szeretne látni a híres Belzi Rebbet, azt mondja Rebbe a tett barátjának, aki egy haszid családból való, nem Lubavitchi haszid, de haszid, menjünk el a Belzi Rebbehez. De nem mondja el egy szót se a Belzi Rebbének, hogy ki vagyok én. Hát berlini zsidó, beálltak a sorban, és a Rebbenek adnak Shalom Aleichemet. A Rebbenek az volt a szokása, hogy ő nem adott embernek kezet, csak úgy, hogy ez le volt takarva egy törölközővel. És így adott kezet embereknek. Jó, ott állnak sorban, mindenkinek kezet ad, egyszer csak átmegy a Rebbenek a barátja, ad neki kezet. Aztán átjön a Rebbe, megfogja, azt ad neki kezet, azt mondja, oj, egy meleg kéz! Ki vagy? A Rebbe már nem tudta tovább titkolni, mert mindenki más csak átment, Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. A Rebbenél azt mondta, oj, egy meleg kéz, le is vette a törölközőt, még egyszer adott kezet a Rebbenek, ki vagy? És a Rebbenek el kellett mondani, én vagyok, a Lubavitchi Rebbenak a VS Nirsa. Honnan ismerünk ezt a történetet? A Rebbe nem esetett senkinek. A Rebbenek a barátja, a Rebbe ebből a szempontból perje volt, elvitte a barátját, és a barátja később elmesélte, hogy a Belzi Rebbe rögtön tudta, hogy ki az. Pedig olyan kéz volt, mint minden más kéz. De a cadik már érezte, hogy ez már nem egy sima kéz, ez már nem egy sima test, itt már szentség van rajta. És minden zsidó, ahogy halad előre a micvák gyakorlásában, akkor a teste egyre finomabb. A test az nem az ellenség, hanem a test az a feladat, hogy venni, kézbe venni ezt a testet, egy fizikai létezést, és ez átdolgozni, hogy egyre spirituálisabb lesz a micvák által. Először első lépésben azt lehet mondani, kényszeríteni kell a testet. Kényszeríteni kell a testet, hogy tegye csak a micvákat. Aztán ő már nem kell kényszeríteni, már partner. Már partner. Azt jelenti, ő már van kedve, nem kizárólagos, de már van kedve. Aztán a harmadik lépésben már teljesen átáll a másik oldalra, csak micvákat akar tenni. A Talmud azt mondja, volt egy pár ember volt, aki testével ment fel az édenkertbe, nem halt meg úgy, hogy a teste itt maradt, és a lelke felment az édenkertbe, a Gan Édenben. Az egyikről azt mondja a Talmud Rabbi Yeshua ben Lévi, a híres talmudi bölcs. Azt mondja a Rebbe, ez mit jelent, hogy a teste már olyan különlegese vált, olyan szenté vált, hogy nem volt szükség itt hagyni a testet és felmenni az égben, hanem vitte magával a testet, mert a teste teljesen átállt.
És most ne menjünk vissza a szamárhoz. Mi az a szamár? Nézzük csak meg az első forrás a mai órának. A szamár az hamor. Hamor azt jelenti homer, anyag. Hoppá! Most már jobban fogunk érteni. Ábrahám kezdi foglalkozni az anyaggal, a fizikai léttel, a testtel. Ábrahám kezdi. Mózes folytatja, és a Mesiás megint a harmadik állomás. Ábrahámnál az van írva, hogy magával viszi, de ő maga és a társasága még nem utaznak rajta. Csomagok rátesznek a tűzifát, vagy ilyesmi. Ez a kezdése annak, hogy kézbe venni a fizikai létezést, és kezdeni azt húzni a micvákhoz. Ez az első lépés. Mózesnál már egy magasabb szinten vagyunk, hogy most már Mózesnak a felesége, Mózesnak a gyerekei már utaznak a szamarán, a homeren, mert az már partner. Az már partner. Mózes maga nem. Mózes még sokkal-sokkal szentebb volt ennél. Ő még a homer, a hamor, a szamar, mert nem az ő szinten van. Ezért a felesége és a gyereke, igen, ő még nem. A Mesiásnál mit olvasunk? Hogy ő maga utazik a szamarán. Szóval, értsünk meg ezt jól. Itt nem csak egy fizikai szamáról van szó. Nem ez a lényeg. A lényeg az egész teremtésnek a lényege. Az egész tóraadásnak a lényege. Miért lett a tóra adva nekünk itt, a fizikai világban? Mert az Isten azt akarja, hogy alakítsuk át a fizikai világot. Lépésre, lépésre alakítunk át a fizikai világot. És ez egy hosszú folyamat. A világ nem azért létezik ma, mert tegnap létezett, csak már mert van. A világ folyamatosan halad előre. Ki viszi előre? Mi viszünk a világot előre, azáltal, hogy állandóan tesszük micvákat a fizikai világon. Ezáltal viszünk a világot előre. Nézzük meg az utolsó forrás. A szamár, hamor utal az anyagra, homer, a világ anyagi testi valójára. A világ teremtésének célja, nemesítse az anyagot. Legyen az a férfi és a nő teste, vagy a világ fizikai valósága. Ez a folyamat három szakaszból áll. Egy, a test feletti uralomban és irányításba fektetett munka, mert a test természeténél fogva a szív vágyai követi. A testnek a természete lefele húzódik. Nekünk kell megfogni és elindítani, uralkodni fölötte. Ez az első lépés. Kettő, a második szint, az anyag nemesítése azáltal, hogy megváltoztatjuk természetes tulajdonságait, így a test a benne lévő lélek fénye után megy, bár maga a test a világi dolgokhoz vonzódna, de már belekóstolt egy kicsit a szentségben, már van kedve. A harmadik, magának a testnek a nemesítése, mely által a test a szentség fényet árasztja magából. Ez alapján értető a különbség e három szakasz között. Ábrahám kezdte a világ megtisztítását, ezért neki kellett felnyergelnie a szamarát, bár ő maga nem utazott rajta. Mózes elkezdte az anyagi világ nemesítését, ezért ő családtagjait ültette a szamára. Azonban ő maga még nem emelkedett felül az anyagi világon. Ezért nem használhatta eszközként a szamarat. A jövőben azonban az anyagi világ maga tükrözi vissza az isteni fényt, és így a Mesiás király maga üli meg a szamarat, és majd azon mutatkozik meg, mert a fizikai léten keresztül jön elő az isteni fény. A világ nem egy ellenség, a világ
vár ránk, hogy segítsünk rajta, minél jobban csiszolni rajta, finomítani rajta, és aztán átáll. Ez a mi testünk is, illetve minden más, ami van a világban. Ezt jelenti a szamár. Ez a szamárnak a helyzet. Ez egy nagyon különleges feladat. És ezért szamarat utaznak, mert ez a célja mindennek. László egy jó kérdést tesz fel, hogy Bilámnál is ad a szamár, pedig neki simán ad akar teve is lehetett volna. A Midrás mondja is, hogy Bilám elsősorban tevével akart utazni, csak nem tudta teljesen. Ha tényleg valami probléma volt, Erzsébet azt írja, hogy a szamár szerén az rendben van, de itt sokkal, sokkal több ennél van. Itt ennél a szamárnak a tanítása, ez több, mint az, hogy szerény. Borgó azt írja, hogy érdekelne, hányszor fordul a tórában a szamár, nem tudom. Nem néztem meg. András azt írja, az Gulen törzs, aki tóra tudósok voltak, a szamár a szimbólum, mert ott a nehéz munkát vállal, nehéz feladatokat vállal, és ez a tóra tanulásnak a pozitív értelemben, hogy ott ülnek éjjel-nappal, és tórát tanulnak. Szóval erről van szó itt, azért nem véletlenül, nem BMW-vel utaznak, hanem szamárral, mert a szamár az a cél. A cél a világ teremtésének és a micváknak nem az a cél, hogy BMW-vel utazunk, hanem az a cél, hogy a szamarat veszünk igénybe, és a szamarat alakítsunk át, hogy ez egy olyan eszköz legyen, amivel lehet micvákat teljesíteni. Ezt a témát, az egyik első téma, amit tanultam már ebbenek a tanításaiban, is olyan gyönyörű, és olyan jól tetszett, mert minden apró dolog a helyen van, és mutatja a dolog mélységet. Szóval köszönöm, hogy voltatok. Vasárnap az lesz a téma, hogy a Geníza, a szent szemét, mit kell, milyen tárgyakat kell temetni. Erről majd beszélünk vasárnap, a többi napon hétfőn a Zohar, a Kabbalának az alapművéből, kedden a haszi történeteket, szerdán a Kérdezd a Rabit, és csütörtökön megint a heti szakaszból egy témát. Nagyon szépen köszönöm, jó éjszakát kívánok, és előlegezem mindenkinek egy Good Shabbos. Holnap 4 óra előtt egy pár perccel van gyertyagyújtás, 4-től 5-ig tanulni fogunk a Vasváriban, 5-kor van szombat fogadás, ima után van egy süteményes kidus, és Jidis Akadémia. Különleges Jidis szavakat fogunk átvenni. Köszönöm szépen, Good Shabbos, és jó éjszakát kívánok!